Üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A mai film a kopjafa faragó készletet fogja részletesen bemutatni, és remélem, hogy egy-két újdonsággal is szolgálok. Először is eldicsekszem, hogy elkészült az új faragópadom, ami ékekkel van rögzítve, és ezáltal, ha megfigyeljük, nem lötyök. Tehát bárhogy akarom megmozdítani, nem lötyök. Ezen kívül, ha kifaragtam a kopjafát, akkor ide bedugom a háromszögi léceket, és egy vonalon fekszik csak föl. Úgy kenem le a felületkezelést, úgy. És azon kívül, amikor felteszek egy kopjafát, az már szárad, kicsit mozog, inok, van ez a pici jég, ide csak bedugom, és teljesen lerögzíti. Tehát egyszerű és nagyszerű dolgok. Még ide fog készülni egy U alakú rátét, ami megmagasítja abban az helyzetben a bakot, ha vékonyabb kopjafát faragok, tehát hogy mindig köldök magasságban legyen, ergonomikus legyen, ide készítek egy U alakú rátétet. Na ennyit a bakról és az új szerzeményemről. A kopjafa faragás alapszerszámai. Kell egy szép nagy bunkó, és a legfontosabb, amit kevesen használnak, a beütővésű. Mivel ez 2,5 mm vastag anyagból készült, ahogy illik, el is törött, bevágtam egy 8 mm-es rudacélt, beleültettem és megheggeztettem. Ezáltal örök életűvé tettem. Tehát a nagyon vékony beütő véső a minták közepét bemélyítem, és utána könnyen megy a faragás. Következő fontos szerszám, nem a legfontosabb, de ez a svájci vagy tiroli véső. Tehát ugye nincsenek párhuzamos részei, a sarkokba befér bárhova. Kicsi, nem vastag, és pont ketté vágja a vonalat. És a felület is. Ezzel sok mindent meg lehet oldani. De nagyon fontos szerszám. Ja, ez alig íves. Van nekem egy 5 centis, és hosszabb egy picit. Ez a hosszú nyakaknál, most ez nem hosszú, de ez meg minden ilyen faragásnál jó. Tehát egy pihenőt. Nagyon szépen ezzel lehet beütni. És akkor most szépen letisztítom. Ezt tovább nem is ragozom. Ennél a könyvnél most meg kell süllyesszem ezt a részt. Ez az alapvéső minden faragáshoz. Megmozdult az ékem. Úgy. Tehát ez a véső nagyon sok helyzetben alkalmas. Minden faragásnál, tehát ez a 45 fokos véső minden faragásnál a készletben nem árt, ha ott van. Akkor kell egy 90 fokos, mert itt az évgyűrűknél például a bemélyítést, vagy a gallért egy mozdulattal ezzel tudom szépen kiszedni. Most
most a másik oldalról kellene a szálirány véget, de nem megyünk át, tehát ez tudja. És akkor van széles aligíves, ezt a tulipán, meg az ilyen gömbölyded dolgok megoldásánál használom például. És erre, meg ezt kiszedni, van egy aligíves, tehát ezzel nagyolom meg. És a végén egy picit ívesebbel itt. Hogy szép legyen az a tulipán. Jó. Ezt még nagyon sok mindenre használom, mert például a székelykeresztnél nyugodtan lehet. És ezt is. Tehát ez a sarkas véső nem hasítja a fát. Tehát arról beszélek, hogy amíg ennél van egy párhuzamos rész, ez csupa sarok. Én még használok egy durva, masszív furnírozott vésőt, ezt a csomók faragásánál, például ezt a csomót, ezzel faragom, mert egy vékonyabb, amilyen vékony vésőket én használok, a csomóban eltörhet, annyira kemény. De ezzel... szépen lehet faragni a pihenőt is. Na tehát, akkor elmondom az összes vésőnek itt a szerepét. Ez egy 60 fokos ékvéső, Gaisus, ezzel a tulipán gallérja, az évgyűrűk, vagy esetleg kontúrt is lehet. 45 fokos kisvésővel szöveget faragok bele, kontúrt ütök. Ezekkel az ívesekkel, gömbölyítések, tulipánok, még van egy aligíves, ez fontos. Tehát ez a három a gömbölyítéseknél. Ezek a kis egyenes vésők, ezek a darás fészek, pihenők, ja, ez aligíves, igen, ez aligíves vésű. Ezzel megint gömbölyítünk. Beütő és két bunkó, a nagyjal a nagy mintákat, kicsivel a kisebb vésőket ütöm. Ennyivel, illetve amiket bemutattam. Beütő, egy hosszú keskeny, egy svájci, egy ékvésű, 45 fokos, egy aligíves és egy 90 fokos. Ezek a legfontosabbak, de én általában ennyit használok. Ennyi ilyen minőségű vésővel bárki nagy biztonsággal nekifoghat, és biztos, hogy sikerélményekhez jut, de aki nem mer nekifogni egyedül, eljöhet ide hozzám, és képességektől függően 3-5-8 kopjafa kifaragása után olyan rutinra tesz szert, hogy maga biztosan otthon neki tud fogni a rajzolásnak, bevágásnak, és egy kopjafa teljes kifaragásának. A faragók istene legyen veletek. Folytatjuk, a következő témánk az az égfaragó készlet, utána az alapszedéses készlet, és utána a szobrász készlet, és még a körtenyerű faragó készletet is bemutatjuk. Minden jót, sziasztok!